a DK képviselőcsoportja Mezész unokának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, Kósa Lajos úr. Hát az elmúlt két napban elhangzott pár mondat, ami miatt azt gondolom, hogy azt a bizonyos pálinkatörvényt még szögjúbra kellene venni, mert hát itt komoly gondok vannak. A talapa miniszterelnök úr is egy kérdésre elmondta, hogy minden rendben van. Ma meghallgattam az egyik képviselőtársától, hogy a bányászok azért jelentkeznek, a nyugdíjas bányászok, hogy még dolgozhatnak, és hát miattuk kell törvényt módosítani. Most pedig ugye arról beszélünk, hogy bár önök fölemelget, tehát az önök azt mondták az előbb az előterjesztésben, hogy önök fölemelik a túlóráknak a számát 400 órára, de ez valójában nem jelent munkaidő növekedést. Hát én azt gondolom, hogy lassan önök nem egy másik országban élnek, hanem egy másik bolygón, és azt gondolom, hogy hát egész egyszerűen egy másik valóságban vannak, önök milliárdokat költenek el nem létező ellenségeknek a ellenségekkel való harcra, miközben a magyar munkavállalókat olyan törvényekkel sújtják, ami egyszerűen megnehezíti az életüket, de lassan már lehetetlenné teszi. Önök egyre inkább milliárdosok lesznek, nem csak önök, hanem a barátaik, a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik és az unokáik unokái is, míg az átlag magyar dolgozók, azok hát lassan-lassan már hónapra élnek, de hogy megpróbálom meg elmondani azt, hogy mi az a magyar valóság, mert úgy látom, hogy most is nagyon dolgozik, és hát megpróbálom elmondani, hogy mi az a helyzet, amiről mi beszélünk, hát ha tudjuk közelíteni a álláspontjaikat. Szóval az a magyar valóság ma, hogy az átlagbérek azok 215 ezer forintosak, ezt még egyébként tegnap a miniszterelnök úr is elismerte, ami egy óriási eredmény egyébként a valósághoz való közelítésben, hiszen eddig hónapokon keresztül magukkal súlykolták, hogy itt a bérek 325 ezer forintosak átlagban. De hát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy persze, csak ezek a bruttó bérek, nem kapjuk készhez őket, de hát mindannyian tudjuk, hogy a átlagbér 215 ezer forint, ami egyébként 670 euró, jegyzem meg csak, hogy miről beszélgetünk, tehát 670 euró az átlagbér, ugye tudjuk, hogy nem keresnek ennyit a magyarok egy jelentős része, és hát ugye a minimálbérek is majd talán lesznek 400 eurósak jövőre, hogyha a szakszervezetek, akikkel ön elfelejtett egyeztetni egyébként ennek a törvénynek a benyújtása előtt, szóval, hogyha a szakszervezetek majd komolyabban tárgyalnak, akkor majd lesz 400 euró is a minimálbér, igen ám, de egy lakásbérleti díja is 400 euró. De ne csak a lakásbérleti díjakról beszélünk, hanem beszélünk arról, hogy hogyan tud egy magyar átlag család ma mondjuk egy lakást vásárolni, egy kéttagú család. Hát úgy tudna lakást vásárolni, hogyha mondjuk 10-15 éven keresztül a két kereső ember, aki ugye benne van a családban, az mondjuk ugye nem, sőt, hogy a két gyerek se nem eszik, nem iszik, nem mennek el sehova, nem benzíneznek, tehát az összes keresetüket arra teszik félre, hogy lakást vásároljanak, egy átlagos két szobás 50 négyzetméteres lakást, és akkor ugye 15 év alatt már is vehetnének egyet, nyilván tudjuk, hogy ilyen nincsen, tehát a magyar családok általában egy olyan 30-40 évet azzal töltenek, hogy lakást vásárolnak hitelből, és erre nagyjából el is megy az aktív életük. Amennyiben ez idő alatt esetleg betegek lennének, akkor bemehetnek a rendelőintézetekbe és a kórházakba, ahová, hogyha visznek magukkal gyógyszert és WC-papírt, akkor még el is látják őket, az egyébként agyon frusztrált, agyon dolgoztatott, már így is jóval több, mint 40 órába dolgoztatott ápolók és doktorok, akiknek egyébként az ápolók jelentős része pontosan tudjuk, hogy mennyit keres, borzasztó keveset, pedig azt a munkát, amit ők végeznek, közülünk nagyon kevesen végeznék el. Szóval, hogyha túlélik ezt a 40 évet, amit azért dolgoztak végig, hogy mondjuk legyen tető a fejük fölött, és mondjuk megoldották az egészségügyi problémáikat, és nem kerültek egy 3 éves várólistára, akkor nyugdíjba is mehetnek akár. De hát tudjuk nagyon jól, hogy minimálbérből és átlagbérekből milyen nyugdíjak lesznek, semmilyenek, vagy hát éppen csak arra valóak, hogy ne haljanak éhen. Ma Magyarországon egyébként több mint 1 millió embernek van kevesebb, mint 100 000 forintos nyugdíja. Ez a szám nem fog csökkenni az elkövetkező években is, hála önöknek. De hát az a helyzet, hogy nagyon nem kell a nyugdíjas éveikre tartogatni a magyar lakosságnak, mert hát ugye meg fognak halni. Ugye a magyar átlag életkor az 65-70 év, tehát olyan nagyon igazuk van önöknek, kár is a nyugdíjra félretenni. Gondolom ebből a megfontolásból lopták el a magánnyugdíj megtakarításokat is, és valószínűleg ez okozta azt is, hogy az elmúlt hetekben ugye önök elvették a kafetériát az emberektől, tehát a jövőre nyilvánvalóan nem nagyon lesz
érdemi inflációt, egyáltalán picit lekövető béremelkedés, és hát valószínűleg pontosan emiatt szüntették meg a lakáskasszát is önök az elmúlt hetekben, mert hát mi az Istennek kellene az a magyar átlag lakosságnak itten félretenni, meg előre gondoskodni, úgy sincs, nincs ennek értelme. Nos, szóval ez az a valóság, amiről mi beszélünk, és hát ugye ezért van az, hogy a magyar munkavállalókról tartják az Európában az egyik legkizsigereltebb, mivel a szakszervezeteket önök szétverték és vagy lefizették, ugye védtelenek is, Magyarországon elképesztően magas az öngyilkosok száma, a családok ugye elválnak, nem maradnak meg, a fiatalok el akarnak vándorolni, és hát ugye borzasztó nagy az alkoholizmus is. Ebbe a közegbe hozták maguk be azt a törvényjavaslatot, hogy meg kéne emelni a túlórákat 250 óráról 400 órára. Értjük. Tehát itt dübörög a gazdaság, ugye minden rendben van, emelkednek a bérek, és akkor ugye dolgozzanak többet az emberek, úgy, hogy egyébként még ki se kell őket fizetni, hiszen majd 3 év múlva majd elszámolják a munkaadók, azok a kedves, rendes multinacionális cégek, vezessék azokat, vagy külföldiek, vagy magyarok, hogy majd tisztességesen elszámolják ezt a munkavállalókkal, hogy ők most akkor ők mikor túlóráztak, meg mikor nem túlóráztak, és hát dolgozzanak is. És hát ugye ön mondta, kedves Kósa úr, hogy hát ezt igazándiból ezt kérték önöktől, hogy ezt hozzák, hiszen milyen jó ez majd ez a szakszervezeteknek, hogy majd akkor lesz tárgyalási alapjuk, mert azt a 100 órát, azt a kis plusz órácskát, amit önök ide be akarnak hozni, akkor majd a munkavállaló eldöntheti, hogy vállalja-e. Hát azért ez már tényleg a pofátlanságnak a határa. Mindannyian tudjuk, hogyha nem vállalja, akkor ki fogják rúgni. Tehát nézheti ön most a laptopját, meg lehet, hogy nincsenek itt a fideszes kollégák, de ugye ezt nyilván tisztában vagyunk a magyar viszonyokkal, hogy viselkednek a magyar munkaadók a magyar munkavállalókkal. Önök egyszerűen ezt az országot valamilyen oknál fogva kizsákmányolják. Azt gondolják, hogy azért, mert az ellenzék elköveti azt a hibát most már a második alkalommal is a választásokon, hogy nem működik együtt, önök bármit megtehetnek. Azt gondolom, hogy ez nem így van. De tegyük fel, hogy amit én itt az előbb elmondtam, az nem igaz, és önöknek van igaza. Önöknek van igaza, és itt minden rendben van. De hogyha minden rendben van, akkor önök miért nem adják vissza a 13. havi nyugdíjat, amit annak idején elvitt a világgazdasági válság? Itt 8 éve dübörög a gazdaság, 8 éve ömlik ide az uniós pénz, állítólag most már nem csak uniós, hanem orosz, meg kínai pénzek is. Hát hogyha mi ennyire jól állunk, és ennyire jó a mi jövőnk, akkor miért nem adják vissza azt a 13. havi nyugdíjat? Miért akarják azt, hogy itt a magyar munkavállalók 13, illetve 14 hónapot dolgozzanak egy év alatt? Úgy, hogy egyébként még ki se fizetik. Ja persze, gondolom azért, hiszen annyira jól élünk, hogy ki se kell fizetni őket. Nyilván, hát csak úgy szórakozásból be fognak menni a munkahelyekre, úgyhogy nem kell őket kifizetni. Értem én, értjük. Ez egy fantasztikus ötlet önöktől. Nyilvánvalóan, hogy értékelni fogja a magyar dolgozó társadalom. Nem olyan sok ember, végül is 4,5 millió ember, gondolom véleménye önöknek annyira nem számít. Szóval őszintén szólva el kéne dönteni, hogy melyik valóság az igaza, az önöké vagy a miénk. Hogyha az önöké, akkor azt gondolom, hogy ezt a törvényt nem szabad benyújtani, ezt akkor töröljék, és mint említettem, hozzák vissza a 13. havi nyugdíjat, és kezdjék el a béreket, azt megengedem, nem kell egyik napra másikra, értem én, nem megy ez ilyen gyorsan, de azt hiszem, hogy megcélozhatnánk, hogy a 3 év múlva most már a bérek érjék már azt az átlagbérek, az 1000 eurós fizetéseket, hiszen ezzel talán megközelítenénk az alját annak, ami az európai magországokban található. Szóval azt gondolom, hogy akkor ezt kellene csinálni, hogyha önöknek van igaza. Ha viszont nekünk van igazunk, abban, amikor ellenzéki képviselőtársainkkal azt mondjuk, hogy önöknek nincs igaza abban, hogy itt jól mennek a dolgok, akkor én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ezt a törvényt nem, hogy begyújtaniuk nem szabad, hanem mélyen hallgatniuk kellene még az ötletről is. Én azt gondolom, hogy leginkább gyorsan le kéne mondani, kiírni egy új választásokat, hogy hagyjon egy olyan kormányzat, aki meg tudja oldani azt a probléma halmazt, amit önök itt az elmúlt 9 évben okoztak nekünk. Köszönöm szépen, meghallgattak. Jó estét kívánok, folytatjuk a munkánkat, méghozzá az LMP frakciójának vezérszónak.